Annak a Pannon Televízió híradóját látják, Dránovics Kilián Barbara vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Új kezelő helyiség a bőrgyógyászati klinikán. Ünnepélyes átadó. Hamis termékek veszélyei. Mini kiállítás a Pécsi NAV ügyfélszolgálatán. Segítség a pályaválasztásban. Véget értek a helyi iparkamara nyári táborai. Építészettől szabadon, nemzeti kaszinó. Előadás a Pécsi MCC-ben. Új, korszerű helyiségben gyógyulhatnak a bőrdaganatos betegek a bőrklinikán. A Pécsi Tudományegyetem klinikai központ támogatásával 15 millió forintból alakították ki az immunterápiás rendelőt. A fejlesztést pénteken adták át, és bemutatták a sajtóképviselőinek. Ebben az immunterápiás helyiségben kezelik mostantól a bőrdaganattal küzdő betegeket. Párhuzamosan 5-6 beteget kezelhetnek a rendelőben. Kényelmes fotelágyak biztosítják az érintettek számára a kezeléseket. Új bútorokat is kapott a helyiség, ahol megfigyelő állomás is működik. Ezen kívül egy új orvosi szobát is kialakítottak a kezelőhelyiség mellett. Lengyel Zsuzsanna klinikai igazgató az átadott helyiség fontosságát emelte ki. Ez a helyiség kifejezetten a dermato-onkológiai betegek lett dedikálva, azaz olyan bőrtumorban szenvedő betegek, akiknek áttétes betegsége van, vagy megelőző kezelést kapnak. A megelőző kezelés az azt jelenti, hogy ne újuljon ki a daganatok. Ugye a bőrdaganatoknak egy emelkedő incidenciája látható világszerte, így Magyarországon is. Itt megkülönböztetjük a melanómát, illetve a nem melanóma típusú bőrdaganatokat. Szerencsére az elmúlt évtizedekben olyan jó innovatív készítmények kerültek törzskönyvezésre, amelyek a betegeinknek jobb túlélést biztosítanak. A helység azért vált fontossá, mert eddig az ambulancián folytattuk ezeket a kezeléseket, mostantól pedig egy magasabb színvonalon, egy erre dedikált helységbe tudjuk a betegeinket ellátni. A PTLKK bőr nemikortani és onkodermatológiai klinikája regionális melanoma bőrdaganat centrumként működik. A dermato-onkológiai betegek száma növekszik, hiszen a tudomány fejlődésével bővül a kezelésekre javasoltak köre, és változik a terápia módja is. Az elmúlt években a kúraszerű ellátást igénylő betegek száma heti 3-5 kezeltről heti 30-35-re emelkedett, és ennek további növekedése várható a jövőben. A daganatos betegeknek a túlélése jelentős mértékben megnőtt. Ez rendszeres felügyeletet, rendszeres kezelést igényel, és ahogy azt látni tetszettek, abban a szobában tulajdonképpen ennek a kezelésnek a menedzselése történik. Döntően infúziós kezelésről van szó, illetőleg nem csak maguknak a daganat tüneteknek, a daganatnak a kezeléséről, hanem a kapcsolódó mellékhatásoknak a kezeléséről is. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy egy kultúráltabb környezetben effektívebben lehet ezt a feladatot megvalósítani. Persze titokban, és nem is nagyon titokban azt kívánjuk, hogy minél kevesebben kerüljenek abba a helyzetbe, hogy ilyen kurára szükség van. A korszerű immunterápiás kúrahelységet a Pécsi Tudományegyetem klinikai központ támogatásával közel 15 millió forintból alakították ki. Azzal, hogy itt egyszerre több beteget gyógyíthatnak, felszabadulnak az eddig erre a célra használt rendelők. Így rövidül a kezelésre várakozás ideje, azaz hatékonyabbá válik a betegellátás. Hamis pólók, cipők, amik jelentős hasznot hoznak a gyártóknak adózás nélkül. Hamis gyógyszerek, egyéb készítmények, amik akár az életünket is veszélyeztethetik. Ezekre hívja fel a figyelmet a Pécsi NAV mini kiállítása a hivatal Rákóczi úti ügyfélszolgálatán. Várakozók a NAV Pécsi ügyfélszolgálatán ezen a felvételen kevesen gondolják, hogy itt nem csak adóügyeket intézhetnek, hanem kiállítást is láthatnak. Pécsi központi ügyfélszolgálaton a hamis termékeket mutatjuk be az érdeklődő ügyfeleknek. A hivatalnak nagyon fontos feladata a hamis termékek kereskedelmének megakadályozása, a kiállítási anyag összeállítása is ezt szolgálja. Megmutatjuk az ügyfeleknek, hogy milyen jellemzői vannak a hamis termékeknek. Márkás gyártmányú cipők, pólók a képeken, amik valójában nem az eredeti üzemben készültek, és nem az eredeti nyersanyagokból. Az ismert név előnyeit kihasználva próbálják meg a hamisítók értékesíteni a silány minőségi utánzataikat, hasznot szerezve ebből.
attól sem riadnak vissza, hogy hamis gyógyszereket állítsanak elő. Ezt a megdöbbentő kézzel írt receptet is láthatják az érdeklődők. Hihetetlen, de ez alapján állítottak elő olyan készítményt, amely akár életveszélyes is lehet. Ezen a fotón pedig a gyártási körülmények, ami önmagáért beszél. A figyelemfelkeltés mellett sok hasznos információt kaphatunk a mini tárlaton, mondja a sajtóreferens. Milyen veszélyei vannak az internetes kereskedelemnek, a hamis termékeknek milyen ismérmei vannak, hogyan lehet felismerni a hamis termékeket, és milyen szankciók várnak az illegális kereskedőkre. A kiállítással szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy körültekintően vásároljunk. Ne adjuk ki például a bankkártya adatainkat felelőtlenül, mert ezzel visszaélhetnek anyagi kárt okozva. De ennél fontosabb, hogy védjük egészségünket, életünket, és ne vásároljunk bizonytalan forrásból csodaszernek beállító gyógyszereket. A NAV hamis termékekről szóló mini kiállítás a Pécsen a Rákóczi úti ügyfélszolgálaton látható. Rövid híreink következnek. Nyílt levelet írt a pécsi politikai szereplők összefogásának szükségességéről Misete Attila, a Pécsi Egyetem rektora. A felsőoktatási intézmény vezetője ebben többek között azt írta, fogjunk össze közös ügyeink mellett a város lakók érdekében, segítsük megyénket és régiónkat is. Az egyetem továbbra is nyitott az együttműködésre minden jó szándékú erővel. Szívesen veszik az érdemi és konstruktív kritikát is. Gyorsan változó világunkban sok a kihívás, a környezetváltozása, a modern technológiák térhódítása nyomán munkaerőválság, a mesterséges intelligencia előretörése, a regionális lemaradás, a szegénység, műveletlenség, a háborúk hatásai, de mindezek ellenére lehetséges az előrehaladás, ha összefogunk. Tovább romlott a baleseti statisztika a MÁV hálózatán. A mai napig 35 baleset történt vasúti átjáróban a KRESZ megszegése vagy figyelmetlenség miatt. 6 esettel több, mint az elmúlt év azonos időszakában. Csak június utolsó hetében 5 baleset történt, amelyek közül az egyik 3 emberéletet követelt. A nyári szünet idején általában megemelkedik a balesetek száma, ezért a vasúttársaság fokozott óvatosságra hívja fel a figyelmet. Csak a kijelölt vasúti átjáróban szabad átmenni a síneken. A vasúti átjárót mindig kiemelt körültekintéssel kell megközelíteni, figyelve a fénysorompó jelzését. A gépipari szakmáktól a vendéglátón át az egészségügyi pályáig több ágazatot ismerhettek meg azok a felső tagozatos általános iskolások, akik részt vettek a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara nyári táboraiban. Ezeken üzem- és céglátogatáson ismerhették meg közelebbről az adott terület tevékenységeit, amiket ki is próbálhattak a gyerekek. Az utolsó turnus most pénteken zárta az idei táboroztatást a helyi kamaránál. Arra jól csináltad. Lemezt hajlítanak a szakmunkás tanulók segítségével az Iparkamara pályaválasztási táborának résztvevői a Körber tanműhelyében. A fémipari, gépipari szakmákkal ismerkedtek az általános iskolások pénteken. A maguk készítette tárgyat hazavihették a fiatalok. Ez egy tolltartó. Nekem nagyon tetszene, szeretek kézműveskedni, legózni is nagyon szeretek. Igen, ez a gyár, ez nagyon komoly szerintem. Mondja ez a 12 éves tanuló. Társai is nagy kedvel szerelték össze az előkészített darabokból ezt a fém használati tárgyat. A pályaorientációs táborban több ágazattal is megismerkedhettek a gyerekek. Ezen a héten a megye két jelentős gépipari cégéhez látogattunk el a gyerekekkel, de volt a héten turizmus, vendéglátás, egészségügy és építőipar is. Ezeken a tematikus napokon célunk az, hogy a gyerekek minél több ágazattal megismerkedjenek, és a pályaválasztási döntés előtt majd azért emlékezzenek ezekre a napokra. Minden üzemlátogatáson kipróbálhatták a szakmákat, mondja a kamara munkatársa. Egyszerű, de játékos feladatokkal keltették fel így a fiatalok érdeklődését az adott ágazat iránt. Nagyon örülök annak, hogy a cégek mindenhol valamilyen gyakorlati feladattal is várják a gyerekeket. Kicsit féltem mindig, hogy vajon hogy fognak ehhez viszonyulni, de rettentően nyitottak a
gyerekek ezekre a feladatokra, és mindig nagy lelkesedéssel csinálják, és örülök, hogy viszik haza, és otthon meg tudják mutatni a szüleiknek, és a szülőktől hallom vissza reggel, amikor átadják a gyerekeket nekünk, hogy jól érzik magukat a gyerekek, és hát jönnek minden nap, és így a szülők is kapnak egy visszajelzést, egyrészt a kamara pályaorientációs munkájáról, másrészt a gyerektől is, hogy melyik ágazat, melyik szakma tetszett neki a legjobban. Ezek az élmények segítenek majd irányt választani, hogy hol szeretnének tovább tanulni az általános iskola befejezése után. Éppen ez a célja a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara nyári táborának. Egy-egy hétre összesen két turnusban fogadtak felső tagozatos fiatalokat a kamaránál. Most pénteken zárult a második és idén az utolsó turnus, amin 14 kisdiák vett részt. Pécs és a hely szelleme, építészetről szabadon, ez volt a címe az MCC pécsi képviseletében megrendezett beszélgetős esnek. Építész és képzőművészek mondták el gondolataikat arról, hogyan éleszkedik az épületek egészébe, akár az üvegművészet vagy a kerámia. A Pécset hamarosan elkészülő Király utcai Nemzeti Kaszinó is terítéken volt, az est legérdekesebb részeként. A pécsi MCC-ben ezúttal egy rendhagyó és érdekfeszítő beszélgetésnek lehettünk tanúi. Többek között arra is keresték a választ, hogy mi adja Pécs egyedi építészeti arculatát, miért olyan jelentős a város, ami az építészetet és a világhírű építészeket illeti. A fragmentumok is, tehát a töredékek is hordozhatják azt a fajta kisvárosi hangulatot, barokkos hangulatot, ami otthonossá teszi, ami kontinuussá teszi mondjuk úgy Pécsnek az épített örökségét. Ugyanakkor hát persze a fejlődés megjelenik, és ez a nagy kihívás, hogy tudunk úgy mondjuk egy meglévő épületet bővíteni, vagy ne agyisne egy olyan új épületet csinálni, amelyik nem a kontraszttal, nem az abstrakcióval próbál reagálni a történeti környezetre, hanem valamilyen finom módon elkezdi ezt idézni. Szerintem Pécs építészete ebben a szempontból szerencsés. Nyilván a napjaink technológiai, gazdasági és mondjuk úgy, hogy jogszabályi kihegyezettségek azért nem segít ezen a szituáción. Ez azért nagyon nagy mértékben tervezői és megrendelő elhivatottság is. A rendezvény igazi különlegességét pedig az adja, hogy a látogatók megismerhették, miként nyeri vissza régi fényét a Nemzeti Kaszinó a Király utcában. A tervezés fókuszai közül az elsőként a régi homlokzat rekonstrukciója lesz, mert most csak 66%-ban látható az, amit megálmodott Kirstein Ágoston 1890-es években, amikor ezt kitalálták, és azt visszapróbáljuk építeni a régi fotók, régi tervrajzok alapján, kézműves mesterekkel, hogy a régi fényben pompázzon a főhomlokzat. Ezen kívül hasznos adataink vannak a nagy teremről, ami az emeleten van, ezt bálteremként is használták, későbbiek során is volt több funkciója, most plenáris funkció vagy egyéb mulatási funkciója is lehet neki. Annak a belsejét is szintén a régi fotók alapján rekonstruáljuk. Az egyéb részek pedig azért érdekesek, mert ott a mai gondolkodást és jó építészetet használtuk abban, hogy társművészekkel, kerámiával, üvegművészettel felöltöztetve egy szép felvezető utat találjunk a nagy terem a homlokzat között. Pécs és a hely szelleme építészetről szabadon című beszélgetős est alkalmával szó volt még a tanulás tereiről, az építészet és képzőművészet egymásra hatásáról, a minket körülvevő épített környezetről. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Újra a szúnyoggyérítést tartanak Pécsen, írja közleményében a város üzemeltetési cég. A Pécsi Tudományegyetemmel együttműködésben folyamatosan városban a szúnyogártalom monitorozása, amely szerint a város egyes részein továbbra is magas az őshonos gyötrő szúnyog jelenléte. Ezért újabb földi kémiai írtást rendelt meg a cég, amelyre július 10-én szerdán kerül sor. Tartaléknapok július 11-e és 12-e. A gyérítést Patacs, Postavölgy, Régi Kertváros, Köztemető, Égervölgyi városrész és Bálics területén végzik. Zárlat okozhatott tüzet egy kisbattyányi családi háznál csütörtök délután. A főutcai ingatlan villanyúra szekrénye teljesen kiégett, a lángok a tető egy kis részére is átterjedtek. A gyors tűzoltói beavatkozásnak köszönhetően a tűz nem terjedt tovább. A ház lakható maradt, személyisérülés nem történt. Növényi hulladékot égetett egy ember csütörtök este Vásárosdombón. Bár az ott lakó a tűz eloltásához szükséges eszközökkel rendelkezett, nem volt
volt elég elővigyázatos, a tűz tovább terjedt. A Sásdi hivatásos tűzoltó kiérkezésekor már közel 300 négyzetméternyi bozótos terület leégett, ennek peremén égett még a tűz, ezt oltotta el az egység. A lángok nem terjedtek tovább, más tulajdonában nem keletkezett kár, személyi sérülés nem történt. A Drónpilóták Országos Egyesülete és a Rókales Alapítvány úttörő kezdeményezést indított. Drónok segítségével térképezik fel a gabonatáblákat, hogy megelőzzék a védtelen állatok halálát. Az új innovatív módszerrel a drónok hőkamerái még az aratás megkezdés előtt azonosítják a vadállatok búvóhelyeit, lehetőséget teremtve a gyors és hatékony mentésre. Ez a technológiai megközelítés nem csak az állatmentést forradalmasítja, hanem új dimenziót ad a drón használatnak is. A régió híreivel folytatjuk. Megszűnt az erdőlátogatási tilalom, de rengeteg a szúnyog az ártéren. A hosszan elnyúló árhullám és a meleg időjárás kedvezett a szokásosnál nagyobb vérszívó populáció kifejlődésének a Gemenci erdőben. Az ár levonult, de a mélyebb fekvésű terület részeken benn maradt a víz, azok az útvonalak még járhatatlanok. Az előző évekhez képest azt nem élvezhetjük, amikor ugye a Dunának nagyon alacsony a vízállása, és mindenki zátonyozni tud kint a Dunán, és viszonylag a bent az erdőbe is ebben az időszakban akár egy szár rövidgatyába lehet sétálni. Most ahhoz képest levonult a Dunán egy hosszan elnyúló árhullám, ugye megfelelő időszak van a szúnyogoknak a keléséhez, és így azt lehet tapasztalni, hogyha kimegyünk az erdőbe, akkor nem hogy rövid nadrág, hanem mindenkinek javasoljuk, hogy hosszú öltözet, nem testhez simuló, nem testhez tapadó, hanem tényleg inkább egy ilyen lazább öltözék, de mindenféleképpen hosszú nadrág, hosszú felső, és mellette pedig szúnyogriasztót hozzon mindenki magával. Ez az ártéri erdőnek a velejárója. A Gemenci Rt. Úgy tervezi, hogy hamarosan újra tudja indítani a kisvasút menetrend szerinti járatait a pörbölyi ökoturisztikai központból, de a kiállítások zavartalanul megtekinthetőek. Nyilván a vad számára ő nem tud úgy dönteni, hogy akkor most nem az erdőbe megy ki túrázni, hanem neki ott kell élnie. Neki ilyenkor a legjobb megoldás, és azt lehet látni, hogy felkeresnek vizes területeket, dagonyázókat, és ilyenkor az idejüknek a nagy részét napközben ott töltik, és esti időszakban, amikor a szúnyogok elülnek, és jóval kevesebb található belőlük, akkor mennek ki és táplálkoznak, úgyhogy most egy kicsit az ő életük is megváltozik, de ez a nagyon-nagyon meleg, ez kedvez abban nekünk is, hogy a szúnyogok szaporodását azért egy idő után már gátolja, úgyhogy reméljük, hogy haladunk előre itt a nyári időszakban az időbe, majd ez a szúnyog mennyiség azért csökkenni fog. A Gemenci ártér körülbelül háromnegyede Tolna vármegyében terül el, így az ott kialakult szúnyoginváziót a saját bőrükön tapasztalhatják a környező településeken élők. A Tolnai Képviselőtestület 2024 áprilisában úgy döntött, hogy a Máltai Szeretetszolgálat fenntartásában kívánja adni a településen működő idősek otthonát. Az intézményben jelenleg 42 lakó él, akikről egy 18 fős személyzet gondoskodik. A napokban hivatalosan is megtörtént a váltás. Appel Szoffer Ágnes, a város polgármestere elmondta, hogy továbbra is a magas színvonalú és kifogástalan ellátás a cél. Július 1-től nagy-nagy örömünkre sikerült végre átadnunk az intézményt. Eddig a családsegítő központ működtette, és én azt gondolom, hogy nagyon magas szakmai színvonalat igyekeztünk az intézménybe képviselni, de hát nekünk ez nem a profilunk, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy végre sikerült a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak átadni, hiszen nekik ez egy nagyon fontos profil az idős emberek ellátása, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy akár az ott dolgozók, akár az ott élők és a hozzátartozók megelégedésére történik mindez. Mindenki maradhat az intézménybe, akár dolgozó, akár ellátott, és én nagyon remélem, hogy az átállás zökkenőmentes lesz. Jónás Gergely, a Dél-Dunántúli Központ regionális ügyvezetője beszélt az intézménnyel kapcsolatos jövőbeni tervekről. Az intézménynek a működési feltételeit, a gazdálkodását, a humán erőforrás kérdéseit kell napirendre vennünk. Értem ez alatt például azt, hogy a jelenlegi létszám nem elég arra, hogy ezt a 42 főt folyamatosan éjszakai műszakban és a hétvégi
nap és ünnepnapokon is megfelelő létszámot tudja ellátni. Ezzel foglalkozunk el. A gazdálkodásában vannak jelentős kérdések, ami a hosszú távú fenntarthatóságnak mindenképpen egy alapfeltétele lesz, hogy ezeket rendbe tegyük. De természetesen nem várunk, tehát ez idő alatt én azt gondolom, hogy a mindenképpen párhuzamosan már el fog kezdődni a lakókat érintő bizonyos fejlesztések, programok bevezetése, ami a Málta intézményeket egyébként általában jellemzi is. A Tolnai otthon a Szekszárdi Palánki útival együtt alkot egy egységet két telephellyel. Ez azért nagyon fontos, mert hogy az idősek állapota és a lehetőségei, képességei is különböző ellátási igényeket vetnek fel. Egy nehezebb, mozgásában korlátozottabb állapotban lévő idősnek inkább magasabb ápolási szükséglete szokott lenni erre, jobb, ha egy olyan intézményi feltételrendszer áll rendelkezésre, ahol kicsit a kórházi ápoláshoz, a kórházi ellátáshoz hasonló vagy ahhoz közelítő ellátás áll rendelkezésre, és az is jó, hogyha valaki még nincs ilyen állapotban, hanem fentjáró, jó egészségnek örvend és önellátó akár, ő neki meg ezt a feltételrendszert tudjuk biztosítani, és csak olyan mértékben szolgáljuk ki, amilyen mértékben erre neki szüksége van. Hivatalosan július 1-től került a Máltai Szeretett Szolgálat fenntartása alá az intézmény, ami ezentúl a Gondviselés Háza Tolnai Idősek Otthona néven működik tovább. Folyamatosan bontják vissza az engedély nélküli lezárásokat a vízügy munkatársai a balatoni stégeknél. Tavaly kezdődött az illegális lezárások felszámolása, megszüntetése a Balatonnál, jelenleg a déli parton és a keleti medencében vízi bejáróval vagy horgástéggel rendelkezők számíthatnak ellenőrzésekre és szükség esetén bontásokra is. Akinek stégje bejárója van a Balatonon, annak mederhasználati szerződéssel kell rendelkeznie, amelyet a vízügyi igazgatósággal köt. Ebben a szerződésben külön pontként szerepel, hogy kaput, lakatot nem helyezhet el az építményre, mert a szabad bejárást mindenki számára biztosítani kell. Ennek ellenére sok helyütt lezárt bejárókkal találkozhatott az elmúlt években mindenki. A jogszabályt sértő lezárásokat tavaly kezdték el bontani a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság munkatársai a keleti medencében. A munka az idén is folytatódik. Stégbontások azért még vannak Kenese térségébe. Kenese Füstfő között ott még tart az illegális stégek elbontása, de döntően most a déli parti lejárókra koncentráltunk. A mederbérleti szerződésnek külön passzusa kimondja, hogy a bejárós stégre, amennyiben közterülethez csatlakozik, vagy állami, vagy önkormányzati tulajdonban nem helyezhető el kapu. Ezeket a kapukra vonatkozóan felszólított levelet teszünk ki a stégekre, és adunk nekik türelmi határidőt, illetve jelezhetik, hogyha egy kicsit később, 5-10 napos határidő, de ha jelzik, hogy később tudják, akkor természetesen nem. Amiben letelik a határidő, és nem jelentkeznek, úgy kollégáim ezeket a kapukat eltávolítják. Az esetek többségében mintegy 60-70%-ban azonban a tulajdonosok maguk is jobb belátásra térnek, és nem várják meg, míg a vízügy munkatársai bontanak. Ha mégsem a tulajdonos bont, a szakemberek akkor is figyelnek arra, hogy a lehető legkisebb kár keletkezzen. Azért kollégáink a kapukat úgy emelik le, hogy a zsanérról kiemelik roncsolásmentesen, tehát elméletileg nem olyan jelentős a költség, de szeretnénk végigmenni és utána utóellenőrizni, hogy ténylegesen ezt a fajta bejárhatóságot, Balaton megközelíthetőséget mindenki biztosítsa. A lezárások feltérképezésénél a szakemberek illegális vagy nem megfelelő méretű vízi bejárókkal, stégekkel is találkoznak. Utóbbi esetben felszólítják a tulajdonost, hogy a szerződésben meghatározott méretűre alakítsa stégjét, míg az engedély nélkül épített bejárókat elbontják. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer, röviden. Új kezelő helyiség a bőrgyógyászati klinikán. Ünnepélyes átadó. Hamis termékek veszélyei. Mini kiállítás a Pécsi NAV ügyfélszolgálatán. Segítség a pályaválasztásban. Véget értek a helyi iparkamara nyári táborai. Építészettől szabadon, nemzeti kaszinó. Előadás a Pécsi MCC-ben.
Szombaton is sokat süt majd a nap, csapadék sehol sem várható. Visszatér a kánikula. Vasárnap folytatódik a túlnyomóan napos idő, de délután este egy-egy zápor, zivatar kialakulhat. Fokozódik a kánikula, 34 és 38 fokra számíthatunk a legmelegebb órákban. Friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!